Most már biztonságos az átkelés Pakson a Táncsics utca végében. A busz pályaudvar irányából a gyógyászati központ felé vezető úton két gyalogátkelőhely is kialakításra került. Ezzel Paks egyik legforgalmasabb csomópontja sokkal biztonságosabbá vált mind a gyalogosok, mind az autósok számára. Ez egy olyan csomópont volt, amely már én azt gondolom, hogy nagyon veszélyes is volt, főleg így a téli, őszi időszakban, amikor korán sötétedik, és nehezen beláthatók ezek a kereszteződések, így úgy döntöttünk, hogy két gyalogátkelőhelyet is létesítünk ezen a vagy ebben a csomópontban. A beruházás több mint 9 millió forintból valósult meg. Ebből az összegből a gyalogátkelőhely megvilágításához 3 villanyoszlop és 4 lámpatest, valamint közlekedési táblák is kihelyezésre kerültek. Felfestettek útburkolati jeleket, valamint taktilis elemeket helyeztek el a járdaburkolatba a hátránnyal élők részére, továbbá növényeket telepítettek. Szabó Péter polgármester azt is elmondta, sikeres pályázat útján okos zebrák kialakítására lesz lehetőség a közeljövőben Pakson. A Táncsics utcában az út- és parkoló felújítási projekt első szakasza is lezárult, így a térkővel ellátott parkolót is újra birtokba veheti a lakosság. A Táncsics parkoló része az teljes mértékben fel lett újítva, ami megint csak egy nagyon jó minőségbe készíte úgy, hogy a járda közvilágítása is elkészült. A Táncsics utcai projekt a járda teljes körű felújításával folytatódik jövő év elején.